az emberben valami örök, tehát az, hogy egy zene, az milyen indulatokat, milyen érzéseket ébreszt fel az emberbe, nagyon kevés idő alatt, egyszerűen nélkülözhetetlen az ember és ember közti kapcsolat. Hála Istennek, hogy az látszik, hogy a fiatal popzenészeinkben is egyre több olyan, aki alázattal közelít a népzene felé. Én azt hiszem, hogy minden embernek a szíve föl lehet parcellázni a magyar tájegységekre, és a tájegység nagyon rossz szó erre. Ezek különböző lélekformák. Például a tánc, az fizikai munka is. Sport. Kőkemény. Kiizzadod, kiadod. A sport, az tiszt, az józan embereket termel. Ott van egy ilyen szempontból kell egy ilyen szikár józansága legyen a dolognak. De ott a zene, ott a hév, ott a szenvedély, ott az ember, onnantól kezdve meg maga a józan részegség. Köszöntök mindenkit, Székely Blanka vagyok, ez itt a Nézőpont. Meghívottunk Berec István, örökös, aranysarkantyús, táncos, koreográfus. Mit is jelent ez? Az örökös aranysarkantyús kitüntetés vagy díj, az a magyarországi néptáncos szakmának a legnagyobb szólótáncosi díja, ami azt jelenti, hogy háromszor kell részt venni ezen a versenyen, amit általában Békés Csabán rendeznek, most már talán jó, mint 30 vagy 40 éve, és aki háromszor elnyeri ezt a díjazást, az kapja meg az örökös aranysarkantyúsi címet. Ez egy ilyen kevésbé jól propagált, vagy esetleg a társadalom szélesebb rétegében kevésbé ismert díjazás, de a mi kis szakmánkban ez egy nagy szó. Igen, ez most itt, ami van Tusványoson, ez a Kriza János népzenei sátor, ahol minden van, táncoktatás, népdaloktatás, mesélés, nemezelés, gyerekfoglalkozásoktól elkezdve föl sem lehet sorolni. Körülbelül ugyanaz, amit te képviselsz ebben a világban, hogy mindez élő, lüktető történet legyen, ne egy ilyen múzeumi kiállítmány. Jól mondom? Nincs is mit mondjak, tehát megfogalmaztad. Én valahogy azt szeretnénk, hogy ne egy imperatívusként fogja föl a következő generáció. Tehát még Sebő Feri is azt szokta ugye mondani, és aztán minden polgármester, meg minden művelődési házigazgató kultúra napján annyit oda citálják szegényt. Ápoljuk, hogy így van, hogy nem beteg, nem kell ápolgatni, hanem meg kell élni. Tehát, hogy ez egyszerűen és hangzatosan összefoglalja, de igazából ez a lényege, hogy a következő generációt, aki már egy olyan színes, szagos világban, és annyiféle az étlapról, annyi mindent válogathat, és olyan könnyen rabulejtheti sokféle minden, és itt jó dolgokra, vagy szenvedélyekre is gondolok egyáltalában véve, hogy szeretnénk fölkínálni tálcán ezt a nyelvet, ami egyébként nem csak szórakozás, de ez a hívó szó. Gyere szórakozz, találj magadnak párt, vagy fogd meg a párodat, és itt gyakorlatilag egy olyan régi nyelvkód, egy olyan kulturális, genetikai kód működik, ami jóval túllép önmagán, tehát hogy nem csak szórakozás, viszont ezt a vezércselt nekünk be kell dobni, hogy úgy kell csinálni, mint a szórakozás lenne, és nem kell nagy, vaskos, súlyos jelszavakkal körbebástyázzuk, mert akkor elmenekülnek a fiatalok a fenébe. És szerintem ebből egy nagyon szép új korszak ez, hogy fesztiválokon ilyen mainstream zenéket játszó, vagy azokat a fő profiljába állító fesztiválokon megjelent a népzene, mert például a Double Rise Fesztivál, ahol szintén mondhatom, hogy ott alapítója vagyok, szintén a folksátornak, ott is az alakult ki, hogy a koncertek után nem csak diszkóba mennek szívesen a fiatalok, hanem megtalálták a közös éneklésnek és a közös táncolásnak is az örömét. Tényleg, tehát, hogy régebb úgy beszéltek erről a világról, miközben én most így tévésként kezdtem belelátni, és sajnálni utólag, hogy nem vettem részt benne, hogy mennyire évtizedeken át tartó barátságok, stb. Vidámság születik. Tehát, hogy így egy néptáncos, énekes bandáról így messziről meg lehet mondani, hogy azok. Tehát ezért sajnálom, hogy nem tartoztam közéjük. Na, de hát a tarisznyások, a lúzerek, a nem tudom, ilyen szavak, a sztereotípiák, ja. Ez már régen lehet felejteni, Ludos, ugyanis Matyik, menő lett. Petőfik. Menő lett, én úgy örülök, látom, menő lett néptáncolni, menő lett dalokat tanulni. És ez most az utóbbi éveknek köszönhető.
talán egy ilyen rebranding is történt. Jól érzékelem? Tehát, hogy kifele nagyon kezdtek ezek a közösségek kommunikálni és jól. Nagyon örülök, hogyha így látod, és én több támaszpontját látom ennek. Hogyha így látod, akkor nagyon örvendek. Nagyon érdekes egyébként, teljesen egyedi ez a művelődés története, vagy nem is tudom, hogy honnan érdemes megfogni azt, hogy egy falusi kultúra, egy gazdálkodó rétegnek a kultúrája városba költözött. Tehát ott történt egy olyan bukfenc, ami azért történhetett meg, mert ez klasszikus, az emberről szól. Tehát te hiába énekelsz a szántásvetésről, nem az a lényeg annak a népdalnak, tehát hogy nem az agrár gazdálkodásnak az informatív részét akarja átadni, hanem az csak egy kapaszkodó az, utána beszéljen az elvágyódásról, beszéljen a babájáról, beszéljen megcsalásról. Tehát ugye igazából én azt gondolom, hogy a mi táncos és zenei anyanyelvünk az olyan, mint a görögöknek Szofoklész, vagy olyan, mint az angoloknak Shakespeare. Tehát, hogy csak egy másféle matéria. És ez egy olyan közös nyelv, én azt is szoktam mondani, hogy a közös alkotmányunk, íratlan alkotmányunk, amely minden időben, minden térben megszólít bárkit. És ráadásul még nemzettől függően is, de ezt majd később. Azt gondolom, hogy így a 20. században újra tudtuk értelmezni magunkat, a 21. században pontosan, az talán ilyen pontoknak köszönhető, mint a Fölszállott a páva, az, hogy Balog Júliáék Csóri Sándor özvegye, mikor kigondolta, akkor talált hál' Istennek olyan szerkesztőkör, akik rájöttek, hogy ezt a maga igazába kell megmutatni azt, hogy azok a mozgó lépcsőn, tarisznyában, kalapban közlekedő furcsa képződmények, azok ugyanúgy emberek, és az egyik közgazdaságot tanul, az mikor hajnalig mulat, utána 2 óra múlva egy bankba megy be nyakkendőbe dolgozni, másik ügyvéd, az traktorista, az buszvezető. Nem nagyon tudok mondani még egy olyan szubkultúrát, ahol ennyiféle ember össze tud futni. Tehát egy olyan állam az államba, ahol rengetegféle ember tényleg mindentől függetlenül össze tud futni, és közösséget tud alkotni. És tényleg nem főfoglalkozásként, neked sem az, ha jól tudom. És valószínűleg, hogy én is, amiért jogi egyetemet végeztem, mert fiam, doktor legyen Berett egy Doktor István jogásszal beszélgetünk, amikor néztem... Légy szíves, ne ironikus vagyok. Nem vagyok ironikus, a Google-en én néztem, hogy... Igen, ki van írva? Akkor nem az, akivel ma beszélgetek. Pedig kerülöm, nem én írtam ki, kerülöm, szóval... A kettő ugyanaz, igen. Valószínűleg köze van ahhoz, hogy én a jogász barátaimnak próbáltam. Amikor elkezdtem a jogi egyetemet, tényleg kalotaszegi bujkába, a gyimesi tarisznyába jártam, tehát... Én is még az volt bennem, az a harcos kultúrmisszionarista, aki gyerünk mindenkit megtéríteni. És úgy az egyetem végére úgy egy pár budai aranyi fiút le is csábítottam, és fújták ordítva mondjuk a 15 hangból álló nótát mondjuk 3 hangra lecsökkentve, de megfogtak belőle valamit, és talán emiatt köszönhet az, hogy én azt érzem, hogy van egy ilyen társadalmi hívásom, hivatottságom, hogy ezt tudom, hogy tud működni olyan embereknél is, akik ezt nem kapták meg, vagy előítélettel vannak. Tehát ezt le kell lassan, ezt az előítéletet, ami sokszor egyébként megfontolt, és nem az emberek felelősségén múló előítéletet le tudjuk bontani. És tényleg egy olyan, ami szövetség lehet ember és ember közt. Nem csak magyar és magyar közt, hanem ember és ember közt. Te azért nagyon sokat látsz ebből a világból, hiszen benszülött vagy. Édesapáddal közreműködés, ha jól tudom, van is. Így van. Berec András énekel, te pedig táncolsz. Ilyen szempontból benszülött vagyok, igen, hogy édesapám foglalkozott ezzel, de ő is városi emberként fedezte föl magának, és én is városi gyerekként születtem bele. Azért hálás vagyok, hogy sose erőltették, tehát édesapa is valóban lehet mondani, hogy megéli, mert ő aztán úton útfélen énekel, minden bogárhoz odahajol, minden ember érdekli, és mi ebbe éltünk, tehát nem abba gondolkoztunk, hogy ez most kultúra, vagy hagyományőrzés, vagy ez volt a közeg. Tehát ebbe a levegőben nőttünk föl, aztán utolért engem is, arcon legyintett. És hál' Istennek ez lehet a megélhetőségem is. Ez már egy... Azt mondták, hogy kérdezzem meg, hogy olyan, mint a tévében otthon is? Igen. Úgy kéri kötelező kérdés. Hát én nem azt mondanám, hogy még annál is sokkal jobb. Szóval... Én tudom, ez csak a kollégáim kérdezték. De nem, jogos a kérdés, jogos a kérdés. Akkor ismered. Igen. Hát nyilván neki, amikor a színpadra áll, a deszkára, akkor kell hozza azt, amit ő is
tovább akar adni, vagy amit elvárnak tőle, nem, mert sose azt, annak akart megfelelően, amit elvárnak tőle. Ezért ő az, aki, mert soha életében kicsi kompromisszumot se tett, mindig magányos farkas volt és a saját útját járta, de én azt talán, ami miatt azt gondolom, hogy színpadon kívül még jobban lehet értékelni azt a hihetetlen éhségét mindenre, mindenkire, és ez az ő lényege. Tehát, hogy mindenből az ő műfaja, az lehet, hogy így mesemondóként kell bekategorizálni, de az a világ mindensége, tehát ugyanolyan, mint a színészet, hogy az embert kell megismerje, és gyakorlatilag én ezért gondolom, hogy inkább valahol a színházhoz közelít, mert ő a teljes emberiséget akarja lekottázni. Tehát ezek az egyszerű kis, sokan azt hiszik, hogy a székely viccekkel legyen értékű, vagy annak tűnik, vagy abba van csomagolva, de igazából ugyanúgy magát, az életet mindenhonnan összeszedi, és ezért izgalmasabb még színpadon kívül látni édesapát, hogy töltekezik, hogyan hajol hozzá bármibe, és ez egy 24 órás jelenlét a részéről. Úgyhogy még mai napig nagy élmény mellette lenni, ha bár nem ez a nagyon könnyed apa-fiú viszony volt köztünk, tehát egy ilyen, ő is egy ilyen szigorúbb apa képet örökölt, és nem is azt mondom, hogy így mindig mindent megbeszéltünk, sőt, talán én a középiskolás évében semmit nem mondtam el nekik. Viszont érdekes, hogy a színpad, a közös utak, a felnőtté válás az hozott köztünk egy ilyen kollegialitást, egy más elrendeződést, és mai napig örülök, hogyha közelébe lehetek, és ezért jók ezek az apja-fia műsorok, mert az általában együtt utazással jár, hiába lakunk egymástól 5 kilométer van, úgy hónapokig nem látjuk egymást, úgyhogy ezért jó, hogy vannak ezek a fellépések. És gondolom, ő is látja azt, hogy te már egy új nyelvhez nyúlsz, tehát, hogy nyitotok. Beszéljünk a pocket zsebkönyvekről, ugye Vecsey H. Miklóssal megjelent népdalok gyűjteménye ez, és azt mondod rájuk, hogy költeményként is megállják a helyüket, annyira általánosak, annyira örökérvényűek. Ez is, meg a kolozsvári, de most akkor beszéljünk a pocketről, tehát, hogy milyen a sikere, hogyan fogadták a fiatalok. Hát nagyon hálás vagyok Hasinak és ifjabb Vigyánszki Attilának, hogy összesodort velük a sors, és hogy bennük is olyan kollégára találtam bennük, akikkel kicsit tovább gondolhatom ezt, amit kezdhetünk ebbe az új világba, ezzel a matériával, amit én hagyományos műveltségnek szeretek nevezni. És ennek egyik talán szép állomása ez, és nagyon hálás vagyok, hogy a Hasi barátom, aki a legnagyobb színpadon, a legnagyobb szerepeket játssza el otthon a Víg Színházba, meglátta ezt az esélyt és lehetőséget ebbe a kultúrába, hogy megmerje kockáztatni, hogy igen, most népdalokat fogtok olvasni feketén-fehéren, dallam nélkül, ami valamilyen szinten csupaszítása és egyszerűsítése, ilyen szempontból meghamisítása is egy kicsit, hiszen az az alkotás, az dallam és szöveg egybe tartozik. Igen, de mégis olyan gondolatokat hordoznak ezek, vagy olyan érzéseket, amik legtöbbször szövegszerűen is adni tudnak embernek, én legalábbis ezt hiszem. Habár rájöttem, hogy hiába 20 éve bevonzott ez, vagy talán még régebb óta, de 20 éve a mindennapjaim része ez a kultúra, csomószor én például nem tudtam a szövegét, csak halandzsáztam, vagy lalaláztam csomó dallamot, mert én például dallampárti vagyok, engem a dallam sokkal jobban megszólít, dallam amiatt szeretek. És most először volt az, hogy szövegre oda kellett fókuszálni, és rácsodálkozik az ember, hogy mi minden benne van ezekben a szövegekben. És én azt gondolom, hogy a Vecsey Miki Hasi barátom, ahány embert meg tud szólítani, azért őnek olyan rajongótábora van, meg olyan fiatalokat szólít, mert aki a népzenét képviselő emberek közül senki nem tud. És ezért vagyok hálás neki, hogy rengeteg olyan fiatalhoz tudtuk elvinni ezt a kultúrát, akik eddig nem, és nem is akartak volna ezzel foglalkozni, és hál' Istennek úgy látszik, hogy szeretik, és megtalálják benne azt, amit szerintem meg lehet benne találni. Vigaszt, örömet. Kódolt szöveg, igen, ahogy igen, mondtad igen, az elején. Igen, igen. Számukra meg, most nem akarok degradálóan beszélni, de számukra az a menő, ami menő. Tehát amiről megmondják, hogy menő. És hogyha valaki menő, megmondja, hogy ez menő, akkor ők elhiszik, és ez nektek jó. Így van,
Így van. Leegyszerűsítve hiteles forrásokat kell keresni. Hát ez van, tényleg ez van. Viszont nagyon jó ez a szlogen is, amivel közelítettetek a fiatalokhoz, hogy itt lehet közeledni, lehet udvarolni, lehet szórakozni, amit ti szeretnétek. És most téged idézlek egy korábbi interjúból, hogy legálisan meg lehet fogni a lányok derekát. Tehát, hogy van ez a generáció, aki most 2 év online-on túl, meg már kommunikálni se tud offline, csak az online személyisége létezik, felfedez egy olyan közeget, ahol szabad, kell a másikhoz nyúlni, beszélgetni vele, szembenézni vele. Mi lehet ennél jobb, így bevonzani őket? Ez így van. Tehát az az igazság, hogy hiába nem azt az életet éljük, mint akiknek a kezén, életén, munkájának az izzadsága árán ez a szórakozási forma megszületett. Az emberben valami örök, tehát az, hogy egy zene, az milyen indulatokat, milyen érzéseket ébreszt fel az emberbe, nagyon kevés idő alatt, egyszerűen nélkülözhetetlen az ember és ember közti kapcsolat. És ez a gyönyörű benne, hogy bárkit, bármikor. Például hadd hozzak ide egy példát, hogy sokat járunk Amerikába például, táncolni, és ott azt látom, hogy ott is a páros táncok miatt szeretik, a magyar páros táncok miatt szeretik ezt a kultúrát, mert ott már nincsenek helye, hogy férfi és nő ilyen viszonyban létezhessen egymással. És ott van például a hongkongi tánccsoport, vagy ott van Japánban rengeteg magyar táncegyüttes, ott meg a szegregált társadalom, ott még mindig az a régi férfi-női különállás, ott meg azért. Tehát a világnak a két kulturális álláspontjának, emek két szélsősége mind ott tud lenni ez a mi kis műveltségünk ebből a szempontból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy férfi és női viszony szempontjából nagyon-nagyon fontos és szavakkal nem megfogalmazható kódot tud ez a kis rendszer. Amióta ezekben a közösségekben forgatok, és azt látom, hogy mennyire rajonganak a japánok a magyar táncház világáért, soha nem tudtam megmagyarázni, úgyhogy most választottál erre, hogy emiatt? Én azt gondolom, hogy igen. Számukra ezek ilyen tiltott dolgok, legálisan hozzáférnek. Tudod, Japánban vannak női bugyi automaták, tehát olyan dolgok vannak a csodálatos kultúrában. Nekem van japán barátnőm, és nem szerette, hogy megöleljem, mert egy méter távolságot tartanak. Igen, ott ez van, férfi, nő, sőt, édesapámék, amikor még Japánban voltak turnézni, akkor úgy nézett ki a hírek, a japán hírek, hogy a férfi olvasta a híreket, és volt egy nő mellett, aki bólogatott. Ez volt a dolga, hogy bólogatott a férfinak. Tehát, hogy ezekbe a kultúrákba bedobsz egy mezőségi akasztóst, vagy egy mezőségi szököst, ahol ott van benne, pont, hogy úgy van benne az erotika, hogy nem az. Tehát, hogy ott addig feszíti. És ez hiányzik abból is, a nyugati civilizációból már hiányzik ez, ott még hiányzik. És ezt is, ebbe is tudunk mutatni valamit. Ezek az emberek hogy találnak párra egyáltalán? Hát igen. Itt jönnek Kalotaszentkirály a táborra. Sok, sok japán feleség van Kalotaszegen. Elmondtad ugye, hogy a rebrandingnek a része kezdte a felszállott a páva, hozzájárult ahhoz, hogy nagyon szépen, nagyon kifele kommunikáljon ez a világ. Ti is hozzájárultatok ugye a Pocket Zseb könyvvel. Most van ugye ez az új projekt Kolozsváron, az Ifjú Barbárok, ahol egészen másként nyúltok ehhez az egész hagyományos világhoz. Erről mesélj kicsit, kérlek. Bocsánat, még ez a pár tartó pillérhez azért el kell mondjuk, hogy azért olyan előadó művészek is hozzájárultak, akik a népzenét beemelték a mainstream muzsikába, tehát Csík Janiékat, Csík zenekar, tehát el kell mondanunk olyan fellépőket, és hála Istennek, hogy az látszik, hogy a fiatal popzenészeinkben is egyre több olyan, aki alázattal közelít a népzene felé, és ez nagyon fontos. Ez is szerintem egy ilyen szellemi rendszerváltás, hogy szépen lassan nem csak egy ilyen csárdás királynőként nézünk rá erre a kultúrára, ami egyébként teljesen más és semmi köze hozzá, hanem hogy elkezdett megjelenni. Ezek is szerintem hozzátartoznak ez a rebrandinghez, ahogy te fogalmazol. Az Ifjú Barbárok, hát... Ez egy friss kolozsvári előadás, friss, mondjuk így van, el a nézőknek. Így van, ez a csodálatos kolozsvári társulat, akikkel öröm volt együtt dolgozni. Tehát ilyen alázatos és nagyszerű színészekkel, emberekkel, öröm, minden együtt töltött pillanat. És hát itt muszáj Vidnyánszky, ifjabb Vidnyánszky Attila barátom nevét előrehajítani, tehát hogy az ő fejében, szívében lévő vízió és érzésvilág, ahogy ő azzal a végtelen
szerény, de szenvedéllyel, ahogy megfogalmazta Kodály Zoltánnak és Bartók Bélának talán a személyiségét, talán egy képet tudtunk oda tenni. Ennek a két embernek nehéz pontosan, élményszerűen átadni azt az iszonyatos életművét, aminek köszönhetjük, hogy egyáltalán vagyunk. Tehát, hogy ezt mi nem tudjuk eléggé hangsúlyozni nélkülük, nem hogy táncházmozgalom nem lenne, de körülbelül az a hagyományos műveltség is elveszett volna. Tehát mi belőlük nőttünk ki, és ezt a végtelen, talán lexikonszerű életművet, ezt végül is ilyen érzelmesen, szenvedélyesen, ifjúság számára is befogadhatóan, talán ez lehet a hívó szó, meg ez lehet a majd az darabot érő kritikákra is a legfőbb válasz, hogy itt pontosan erről van szó, hogy megfogalmazni valamit az utánunk jövők számára ebből a két életműből, akik most jelenleg még csak Wikipédia szócikkek. Tehát, hogy kelljen életre ez a két személyiség, ez a két hihetetlen szenvedélyes és hihetetlen tudós szentünk, ez a két ember. De miért számít az kritikákra? Tehát úgy érzed, hogy az idősebb generációnak ilyen... Azért például, csak azért mondom például, a mi műfajunkat tekintve nekünk Kodály és Bartók a minden. Tehát mi hozzájuk csak úgy tudunk, hogy tömjénfüst, és gyertyák, és reflektorfény, és így. És a színház meg másról szól, tehát az nem arról szól, hogy akkor most felolvassuk a... Nem úgy néz ki, mint egy szoboravatás, tudod, hogy felolvassuk a nagy dolgaikat, hanem össze kell törni az ember szívét, hogy megértsen belőle valamit, és ez Attila kegyetlenül ért. Tehát az, hogy röhögsz, és egyszer csak nem érted, hogy miért sírsz, ez így most már Attilával 5-6 darabon túl vagyunk, rájöttem, hogy a végtelen humora, és akkor egyszer csak valamit eltör benned. Ez egy nagy dolog, és nyilván valamilyen szinten ennek a két embernek az életművének ez leegyszerűsítésének tűnhet, ez a fajta színházi nyelv, de teljes szívvel és lélekkel kiállok emellett a megfogalmazás mellett, és örülök, hogy részese lehettem. Te mindenben részt veszel, ami modern nyelvezettel közelebb viszi ezt a világot a fiatalokhoz, örömmel és teljes energiákkal. Nem mindenben, mert nagyon sokszor fölmerül azért ugye a dollárszak, fölmerül ezekbe a adjuk át akkor valahogy könnyebben fogyaszthatóan. Tehát ebben azért benne van a veszély. De az olyan emberek, akik alázattal közelítenek hozzá, és az, hogy a magyar színházi életben egy ilyen fiatal ember ekkora érzékenységgel tud végre hozzányúlni ehhez a matériához, és nem az van, hogy akkor a csárdás királynő, meg az úri muriba, a csárda jelenetekbe, akkor na most egy kis néptánc cigány muzsikával, hogy végre nem ez van, hanem valaki fölfogja, hogy ez honnan szól, tehát hogy az időknek a legsötétebb homályából jön valami, és ezt így használni, és innentől kezdve nem zsánerképbe kell betenni. Tehát a Faulknerbe ott ugyanúgy mezőségi táncfigurákat tett bele az Attila, amikor az abban a teljes káoszba, az abban a sötét, gyönyörű tónusú darabba, ott a férfiak viszik a halott anyjukat, ott is oda tud kerülni. Mert olyan van benne, ami mindig és mindenhol, ami emberről szól, ott üzenetet hordoz. És ezért nekem nagy öröm, és igen, az ilyen ember mellett ki tudok állni, aki alázattal tudja ezt használni, és úgy tudja akkor, legyen mondva, modernül megfogalmazni. Úgy tudsz beszélni ezekről, hogy eldöntöm magamból, hogy sorra járom a Kolozsvárit. Könnyű megnézni Budapesten, ez fut még? Nem, az a baj az Attilával, hogy nem egy menedzser, és ez a legnagyobb dicséret, amit azt hiszem elmondhatok egy emberről, és hetek alatt összetesz csodálatos műveket, és be volt az Ördökatlan Fesztivál mutatva 4-szer, és utána soha többet. Uh-huh. Az 3 hétig a Stalker csoport, ez volt egy nagyon szép fejezet az életemnek, amikor bekapott ez az egész, ott Attila 8-9-10-11 nagyon tehetséges színész fiút, csak férfiakat összeszedett pályakezdőt, Örkény Színház, Víg Színház, tényleg egy csodálatos válogatott társaság, Nemzeti Színház, most nem sorolom fel a neveket, és egy megszállott társaság, akik egyszerűen amikor már a más embernek a szíve se ver, nem aludt, nem evett, akkor is minden pillanatuk civilbe is játék.
mert egyszerűen megszállottak, és az Attila ezeket, ráadásul fiatalabbként, mert ő volt a legfiatalabb, ezeket úgy tudta vezetni, és úgy tudta manipulálni, és úgy tudta darabba tenni, hogy az ember bekapta teljesen, csak utána az utóélet aztán mindig elcsúszott, meg ezeket egyeztetni, hát ezek ilyen gyakorlati dolgokon elbuknak, tehát 8 színháznak a színészeit egyeztetni, az nincs az az asszisztens, aki azt eljátsza, de hát nekem volt egy álmom, például volt egy aranydarab, nekem az első ilyen nagy élményem Hasival meg Attival, Arany János meg Petőfi életét, azt még játsszák a Víg Színházba, Kinek az ég alatt senkie sincsen, ez a címe. Én azt álmodtam, hogy halálos beteg vagyok, és az az utolsó kívánságom, hogy azt a jelenetet hadd nézzem meg, amikor Arany János eltemeti a lányát. Szóval Attila olyan képeket tud csinálni, amik így elkísérik az embert egy életre. Tényleg. Szívügyed neked a kalotaszegi és a gyimesi, és ha igen, miért? Mindegyik szívügy. Szóval ezt úgy tudnám elmondani, hogy minden tájegységben van valami olyan, ami mást fogalmaz meg benned. Uh-huh. Amikor elmész gyimesbe, egyrészt belehalsz abba a tájba, meg belehalsz azokba az emberekbe. Tehát az a vendégszeretet, az a szenvedély, az a szívélyesség, egyébként ami mindenhol megvan, csak mindenhol más a tónus. Olyan, mint a viselet, mint a figura. Más szólít meg az emberbe. Én azt hiszem, hogy minden embernek a szíve föl lehet parcellázni a magyar tájegységekre, és a tájegység nagyon rossz szó erre. Ezek különböző lélekformák. A gyimesi csángó ember kaszál ilyen hegyen. Fölmenni is nehezen tudunk mi. Ő ott kaszál, ő neki a figurája, az, hogy rátámaszkodik az asszonyra, és ropogtat. Csukott szemmel, amíg meg nem haladdik. A kalotaszegi ember az meg nagyokat ollózik, nagy lábköröket csinál. Teljesen más a két lelkiség. És amikor megismered a gyimest, azt a kőkemény muzsikát, gardon, hegedű, végigjársz egy ilyen bált, akkor megismered ezt a jó favágó tempót. Megismered ezt a keménységet, ezt a zordságot, és abba a szépséget, vagy a lassú magyarost, ami maga az időtlenség. Amikor kalotaszeget, ezt a cifra, büszke, díszes kalotaszegi embernek a viselkedését, akkor megismered valahogy máshogy a líraiságát, de ezeket csak homályosan lehet leírni, ezt valószínűleg egy költőnek vagy írónak kéne. Csóri fogalmazta meg ezeket szépen. De én azt gondolom, hogy minden egyes tájegység csodálatos, és minden egyes embertípus az olyat fogalmaz meg, ami mindenkiben ott van, és magadat ismered meg azáltal, ha ezekbe beleásod magad. Kalotaszeg meg Gyimes két hatalmas kultúra, ami hogy csodálatos zenék, táncok maradtak fönt, ezért persze ki tudjuk emelni, de szinte akármelyik tájegységet ki lehetne. Erre szoktad mondani, hogy a tánc tisztítja a lelket, emeli a gondolatokat? Hát persze, ezek ilyen interjúra fölnagyított dolgok, de igen, így gondolom. Így is gondolom de ezeket. De nagyon jó, amikor fölnagyítasz. Igen, nyilván az ember, persze, mert, de ezt így gondolom. Ki lehet műsorban fejteni, hogy miért gondolod ezt? Mert nagyon sokunk életéből kimaradt, vagy nincs meg. Egyrészt azért, mert például a tánc, az fizikai munka is. Sport. Láttam a minap a sport. Nemzeti táncművészetét. Igen. Sport, kemény. Tehát kőkemény. Kiizzadod, kiadod. A sport, az tiszt, az józan embereket termel. Ott van egy ilyen szempontból kell egy ilyen szikár józansága legyen a dolognak. De ott a zene, ott a hév, ott a szenvedély, ott az ember, onnantól kezdve meg maga a józan részegség. És a kettő közt itt zajlik a lényege, és azért gondolom, hogy tisztítja a gondolatokat, mert ezek leegyszerűsítenek. Tényleg ebben van egy megmagyarázhatatlan, mert hordoz egy olyan kódot, a dallam, a zene, a szöveget azt egyszerűbb lenne fejtegetni. Az könnyebben adja magát, de nem csak ott van a lényeg, hanem ezek a dallamok, amiket kikristályosított, nem tudom hány nemzedék, az valami olyat hoz, ami átszűr. Ránk gondolnak. Bármennyire szeretnénk, most már nem is tudnánk folytatni, ettől féltünk, hogy igen, hangszerelés vagy valami beszól. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és itt vagy Tusványoson, és táncot oktatsz az érdeklődőknek. Biztos tele lesz a
Sátor ma este. Köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Én is nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor lájkolják, és regisztráljanak, hogy ne maradjanak le a további műsorokról sem. Viszlát, sziasztok!